szólj, ha megy. Szeret ebben a városban élni? Nem nagyon szeretek, de azért elég gyakran keresem a csendet, a tengert. Valahogy belülről megnyugtat. Mikor jött ide ebbe a városba? Ebbe a városba jöttem körülbelül 10-11 évvel ezelőtt. Miért nem akarta, hogy ezt a filmet megcsinálni? Egyáltalán nem akartam. Én ma már ugye 30 év távlatából más az ember, más a képessége, más az arca, más a külseje. Annyi minden történt azóta, sok minden történt. És tulajdonképpen én már sem filmre, sem színpadra nem akarok menni. Lenne, ha nem akar, nem választoljon rá. Fél az öregségtől? Az öregségtől nem félek, mert hiszen minden embernek ez a sorsa. És abszolút nem érzem magamat öregnek. Ebbe a szeretetbe, amelyikkel Magyarországra gondol, van valami más érzés is, vagy a szeretet mellett van valami más érzés is Magyarországgal kapcsolatban? Milyen értelemben? Honvágyra gondol? Hát mindenféle érzésre, ami esetleg van. De a honvágyal kapcsolatosan én már Pesten megénekeltem, de Fritz Károlynak volt a szerzeménye, Honvágy. Tehát honvágy minden emberbe kell, hogy legyen, aki nem a saját hazájában él. Igen, Csapó. Heten voltunk testvérek. Amikor megszülettem, nem keltett különösebb érdeklődés családunkban, mert akkor már hatan voltak, én voltam a hetedik. Tehát a legkisebb. Mondjuk így. Azután gyerekkoromban a Vöröskereszttel kiküldtek Svájcba. Ott éltem egy évig, talán lehettem 6 éves, mint ahogy az a mellékelt kis fénykép mutat. Elvitt a Csató Kálmánéhoz, Acél Ilonához, és ők voltak a tanárai. És nagyon kemény 3 évet töltöttem tanulással. Majd 3 év után Acél Ilona, a tanárnőm azt mondta, hogy elvisz a Jobb Dánielhez a Víg Színházba bemutatkozni. És ott bemutatkoztam Herceg Ferencnek egy Tilla című egyfelvonásosában. Hát főleg Jávorral csináltam a legtöbb filmet. Nagyon jó kollega volt, nagyon jó barát volt, privátim is nagyon jóba voltunk, feleségével, az Olga asszonnyal. Sokat jártak hozzám, sokat jártam én is hozzájuk. Nagyon kedves, hangulatos estéket töltöttünk. Milyen volt együtt dolgozni vele? Könnyű volt vele dolgozni. Mikor én a filmhez kerültem, ő már akkor nagy sztár volt, nagy színész volt. És én csak egy kis kezdő voltam, és szeretettel fogadott, és nagyon sok jó tanáccsal látott el. Na, visszatérve a dalokra, ugye a katonadalokra, azokat nagyon szerettem. Jó ét, drága kis hadnagyom, valahol Magyarországon. Üzenet jött a hazai földről. Nagyon sok szép dalt énekeltem. De ezeket főleg a frontra, a katonáknak. Nagyon sok katona tért vissza, és mutatták a zsebükbe a fényképemet azzal, és mondták, hogy ez mentette meg őket. És nagyon jó leső érzés volt ezt hinni is. Járt a fronton? Nem, fronton nem jártam. De nagyon sok barátom oda veszett. Ennyi. Jó, jó a szisztém. Nagyon finom. Nem tért rá, és azért nagyon szerettük egymást, és úgy volt, hogy háború után összeházasodunk. Nem tudtuk, mivel hát elvitték Oroszországba a Betlen Gáborral együtt. És nagyon sokáig nem hallottam hírt róla. És akkor a rendőrség egyszerűen megjelent a Lepke utca 26-ba, a házamba, és a rendőri felügyelet alá tettek, hogy én rejtegetem a vőlegényemet. Fölvittek a Svábhegyre, agyba főbe vertek, a fogaimat kiverték. Nagyon sokat szenvedtem. Minden reggel ez volt a reggeli. Fölvittek a Svábhegyre kínozni. És nem mondták, hogy miért? Nem kérdeztek ott, uram, semmit sem. Ott csak ütöttek mindenki. Ez volt a címe, Mahita. Egy kémnőt játszottam. Hát persze, éppen akkor vittek el a németek.
Nagyon sok meghurcoltatásban volt részem. És ezért gondolták, hogy azért, pedig csak azért vittek el, mert ember voltam az embertelenségben. És nagyon sok embertársaimon segítettem. Hogy? De emberi kötelességem volt. De az hiszem... Megmentettem embereket. 3 lakásom volt Budapesten. Itt volt 40 ember, ott volt 40 ember. Kistarcáról kihoztam az embereket, akik rá voltak utalva. De hát nem volt ez elég, hogy agyba főbe vertek, ütöttek? A semmiért, az emberségemért? Hát hogy lehet ezt elfelejteni? Egy egész életen át nem lehet elfelejteni. Ennyi az egész. Egy barátom érkezett Moszkvából, és megmondta, hogy meghalt. És akkor nagyon szomorú lettem. Kaptam egy idegösszeroppanást, 9 hónapig feküdtem ágyban. Leraktak vidékre, kocsmákba fellépni, sörös üvegekkel tomboltak és dobálták az ember fejéhez. Ez volt a részegek. Hát ez volt a részem akkor, ugye? Ez a rendszer volt, mondjuk így. Sztárrendszer megszűnt. Karádi nem volt kívánatos. Az én lelki világomat teljesen tönkretették. Abban az időben. Nagy elhatározás volt eljönni otthon? Én nem mondhatnám. Talán mondjuk így, hogy nem is sokat gondolkodtam felette. Bezártam a villám kapuját, és eljöttem. 1951. február 19. Emlékszik pontosan? Pontosan emlékszem rá. Szombathelyig elmentünk vonaton, utána 70 kilométert gyalog át Burgenlandig. Szöges drótokon, aknákon keresztül. Most is dolgozom reggel 10 órától este 6 óráig. Nézel a munka, azt mondják, nem esít. Hát én is próbálom gyakorolni. Én nem tudnék semmit evéssel lenni egész nap. Színpad? Színpad nem hiányzott. Nem. Abban az időben igen. Az az idő elmúlt. Sok minden elmúlt. És mit? Éltem azokat a kis egyszerű dalokat. Én a szívemből énekeltem. A lelkemet tettem egy-egy kis egyszerű dalban. Melyik volt az első felvétel? Emlékszik? Az első felvétel a halálos tavaszon. És melyiket szereti a legjobban? Van olyan dal, amelyiket a legjobban tett, hogy valami olyan emlék fűződik hozzá? Amit... Szeretlek én, jöjj vissza hozzám. Hogy van? Szeretlek én... Jöjj vissza hozzám. Így kezdődött. Szeretném, hogy satöbbi, satöbbi. Nem akar énekelni? Nem. Nagyon szeretném, ha énekelni. Azt ne kívánja tőlem. Miért? Mert ahhoz kell egy különös hangulat, és abból a hangulatból én nagyon régen ki vagyok esve. Milyen hangulat kellene? Egy más hangulat. Most milyen a hangulata? Most is más. De mi az a más, ami most? Nem vagyok abban a hangulatban. Nem lehet csodálkozni rajta, Istenem. Az ember nem fiatal már, és sok minden. Miért nem akart kötélnek állni? Tessék? Miért nem akart kötélnek állni? Megy a gép. Igen? Hát azt nem tudtam. Miért nem figyelmeztetnek? De szóltam, hogy megy a gép. Onnantól kezdve, hogy én kérdeztem, megy a gép. Nagyon sajnálom, nem mondtunk semmi olyan különöset, amit nem szabad mondani. Van olyan, amit nem szabad mondani? Minden szabad. Azt hiszem, hogy ez az interjú befejeződött. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttek Pestről. Szeretettel vártam magukat. Remélem, maguk is így utaznak vissza. A bajtát nem mondtam, mert legyek. Nem. Most már többet nem. Ne haragudj. Nagyon szépen elbúcsúztam. Jó ég, nagy világ, jó ég, Budapest, csak aludj itt öreg már az est. Jó ég, Budapest, aludj, nagy világ, olyan
ebben a virrában.